Tamásiban az Észak- és Közép-Dunántúli ivóvíz minőségjavító program 2020. októberében a közbeszerzési eljárások és a vállalkozási szerződés aláírásával vette kezdetét. A projekt 3 milliárd forintos beruházási értékben kerül megvalósításra, mely az elmúlt másfél évben szinte az egész várost érintette, tudtuk meg a település polgármesterétől. Több helyen került sor a csomópontok tolózárak cseréjére, ami egyrészt lehetővé teszi azt, hogy a hálózat folyamatosan tisztításra kerüljön, de ennél is lényegesebb eleme ennek a projektnek, hogy itt ebben az épületben, itt a Rákóczi utcai vízműtelepen telepre került telepítésre az a víztisztító technológia, amely lehetővé teszi azt, hogy innentől kezdve a Tamási ivóvíz a legszigorúbb hatósági eljárásoknak is, előírásoknak is megfeleljen. A próbaüzemi felkészülés keretében már le is zajlott a Tamásiban elkészült közel 60 mosató, illetve ivóvíz vezeték csomópont felújításának a bejárása. A projekt részeként készült el a tisztítótelep is, amely a megfelelő minőségű ivóvizet biztosítja majd a háztartások számára, hangsúlyozta a projektvezető. A projekt keretein belül új kutakat létesítettünk, illetve felújítottunk kutakat, ez szivattyú csere, illetve vezérlés technikai felújítást akar. Ezek a kutak, illetve régi kutaknak az ivó, a kutakból kivett víz bekerül erre a tisztítótelepre, itt különböző szűrési folyamatokon megy keresztül, majd ezt követően fog kikerülni a tározókba, illetve innen a hálózatba. Ugye az eddiginél egy lényegesen fejlettebb technológiáról beszélünk. A Tamásiban zajló ivóvíz minőségjavító program előre láthatólag a tervezett ütemezésnél korábban fejeződhet be, így a tervek szerint jövő év elejétől már új víz folyhat a csapokból.